Mami, ezúttal jól kisütette a krumplit. Legutóbb nem jól sütötte ki. Csak is a ropogósra sült krumplit szeretem. A hal friss volt. Kétszer vettem belőle. Nem. Háromszor. Te is háromszor vettél. De te kevesebbet vettél harmadjára, mint először, meg másodszor. Én viszont többet. Ma este többet ettem, mint te. Hogy lehet ez? Általában te eszel többet. A leves kissé sótlan volt. Te azért még sótlanabb vagy. Sok póréva hagyma volt benne, de kevés vörös hagyma. Legközelebb szólok Marinak, hogy tegyen bele árist. Is. A joghurt használ a vesének, a vakbélgyulladásnak és a vakmerőségnek. Pongrázzattól tudom. Jó orvos. Megbízható. Csak olyan orvosságot ír fel, amit maga is kipróbál. Mielőtt Takácsot megoperálta, a saját máját is megoperálta. Kutya baja sem volt. De hát akkor miért úszta meg az operációt a doktor, és miért halt bele Takács? Mert a doktor operációja sikerült, Takácsé meg nem. Akkor Pongrász doktor nem jó orvos. Miért? Egy becsületes orvos együtt hal meg a betegével, ha nem tud vele együtt meggyógyulni. A kapitány is elsüllyed a hajójával. Egy beteget nem lehet egy hajóhoz hasonlítani. Már miért ne lehetne? Egy hajónak is megvannak a maga nyavajái. Különben is a te doktorod éppen olyan egészséges, mint egy csatahajó. Már csak ezért is meg kellett volna halnia a betegével együtt, épp úgy, mint egy orvosnak a hajójával. Ó, erre sosem gondoltam. És szerinted mi következik ebből? Az, hogy minden orvos sarlatán, meg minden beteg sarlatán. És ebben az országban csak a parlament a tisztességes. De nem a politikusok? Természetesen. Valamit nem értek. Miért közli az újság az anyakönyvi hírek között a halottak korát, és miért nem közli az újszülöttekét? Erre sosem gondoltam. Nicsak. Azt írják, hogy a Varga Józsi meghalt. Istenem! Mikor halt meg szegény? 2 éve. Kint voltunk 1,5 éve a temetésén. Nem emlékszel? Ne emlékeznék! Rögtön emlékeztem, csak azt nem értem, miért lepődtél meg te az újság híren. Nem az újságban olvastam. Hát több mint 3 éve közölték a halál hírét, csak most újra eszembe jutott. Én vagyok a bejárónő. Ma délután jól szórakoztam. Megnéztem egy fiúval egy filmet, amiben csupa nő szerepelt. Mozi után pálinkát meg tejet ittunk, aztán újságot olvastunk. Remélem, Mari jól szórakozott ma délután. Megnézett egy fiúval egy filmet, aztán pálinkát meg tejet ivott. És újságot olvasott. A vendégek Szabó és Szabóni a kapuban várnak. Egyedül nem mertek bejönni. Meg voltak hívva vacsorára. Ó, igen, vártuk őket. De közben megéheztünk. És megvacsoráztunk nélkülük. Egész nap koplaltunk. Nem lett volna szabad elmennie, Mari? Maga engedett el. De nem gondolta komolyan. Ó, vásároltam magamnak egy bilit. Kérem, Mari, nyisson ajtót. Furcsa, furcsa. És micsoda véletlen. Az én hálószobámban van egy ágyasszonyom. Az ágyon zöld pehelytunna, s a fürdőszoba, a WC közé esik a szoba. Istenem, milyen furcsa, micsoda különösségetlen. Az én hálószobámban is van egy ágy. Az ágyon zöld pehelytunna, s a szoba a folyosó végén, a fürdőszoba és a WC közé esik, kedves uram. Istenem, milyen különös, furcsa és csodálatos asszonyom. Akkor hát mi ugyanabban a szobában lakunk, és ugyanabban az ágyban alszunk, talán ott találkoztunk, asszonyom! Istenem, milyen furcsa! Micsoda kemes életlen! Könnyen meg lehet tudom, hogy ott találkoztunk. És talán pont a múlt éjszaka, de én már egyáltalán nem emlékszem rá! Van egy kislányom, kedves asszonyom, velem lakik,
Két éves, szőke, az egyik szeme fehér, a másik piros, nagyon bájos, és Aliznak hívják, kedves asszonyom! Micsoda véletlen, Istenem, micsoda véletlen! Nekem is van egy kis bájom, szintén két éves, az egyik szeme fehér, a másik piros, a nagyon bájos, és Aliznak hívják, kedves asszonyom! Istenem, ilyen különös és furcsa! Talán ez ugyanez a kislány, asszonyom! Könnyen meg lehet, uram, hogy... Akkor hát kétség sem fér hozzá, hogy mi már találkoztunk, kedves asszonyom, és kedved a feleségem, Zsóka. Rád találtam. Te vagy az. Béla szívem. Zsóka és Béla most nagyon boldog. Így nem hallhatják, mit beszélek. Elárulok önöknek egy titkot. Béla csak azt hiszi magáról, hogy Béla. Zsóka csak azt hiszi, hogy Zsóka. Béla csak azt hiszi, hogy az asszony Zsóka. Az asszony csak azt hiszi, hogy a férfi Béla. De mind a kettő mélységesen téved. Ó, a tűzoltó parancsnok! Jó napot, hölgyeim és uraim! Jó napot, Kovácsné! Csak nem haragszik. Ugyan? Tudja, a feleségem kisé megalázónak tartja, hogy nem volt igaza. Ugyanis Kovács úr vitatkozott a feleségével, kapitányunk. Semmi köze hozzá. Kérlek, ne tevegesd ki a szennyesünket idegenek előtt. Ó, nem kell olyan komolyan venni, drágám. A kapitány úr különben is régi jó barátunk. Udvarolt nekem az anyja, és ismertem az apját. Mindig arra kért, adjam hozzá a lányomat, ha lányom születik. De nem élte meg. A kutya, meg az ökör. Állattam mese. Egyszer egy másik ökör azt kérdezte egy másik kutyától. Miért nem nyelted le az ormányod? Nem tudom, felelte a kutya. Azt hittem, elefánt vagyok. Tanulság? Mindenkinek magának kell levonnia. Igaza van. Még egyet. Egyszer egy borjú túl sok üvegszilánkot evett, ettől megellett és világra hozott egy tehenet. De mivel a borjú fiú volt a tehén, nem szólíthatta mamának. Apának sem szólíthatta, mert a borjú túl fiatal volt. A borjú tehát kénytelen kelletlen megnősült, s a városházán az akkori szokások szerint mindkettőjüknek jól odapörköltek. Így lett belőlük pörkölt? Ismeri a történetet? Minden újság tele volt vele. Akkor mondok egy másikat. A kakas. Egyszer egy kakas azt szerette volna, ha kutyának nézik, de nem sikerült neki, rögtön felismerték. Viszont egy kutyát, amelyik azt szerette volna, ha kakasnak nézik, sosem ismerték fel. Ne hagyják magukat becsapni, csókolják meg az összeesküvőt. Be lehet bizonyítani a társadalmi haladást cukorral élvezetesen. Le a cipőpasztával. Fekete cipőpasztával nem lehet szemüveget fényesíteni. De pénzért minden megvásárolható. Inkább levágok egy rendet sem, hogy kell énekeljek. Kakadú, 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 tépeljük fel új szét! Megöltözöm a kalimába a kakaófán! A kakaóödet, mint kakaófáim, nem kecskebúgyi terem, hanem kakaó. Mekkora kaki, szemülesnek van szemette a szemnek, mint? Mekkora kaki, el a kezekkel! Fel a kezekkel! Le a legyekkel, légy a gyerekkel! Mekkora kaki, légy a legyező, légy a legyező! Elég, egyszer egy! Tartod szét! Az a szét! Idegeimben mi? Nem ne légy! Krisztamurti, Krisztamurti, Krisztamurti! A-E-I-O, A-E-I-O, A-E-I-O! B, C, D, F, G, L, L, M, P, Q, R, S, S, T, V, X, D, Z! Leves, hagyma, hagyma leves!
Kincsin. Senki. Bencsin. Senki. Kocincsunk. Csak. 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 Kincsin senki, bencsin senki, kocincsuncsa. Kincsin senki, bencsin senki, kocincsuncsa.